Elsüllyedt az a kereskedelmi hajó a Vörös-tenger déli részén, amit február 18-án támadtak meg az iráni támogatással aktívnak mondott jemeni huszi fegyveres lázadók. A Rubi már belizi zászlóval közlekedett, utolsó útján 40 ezer tonna műtrágyát szállított. Így a környezetszennyezés kettős, az üzemanyag olajszármazékokkal tesz tönkre 1 milliószor annyi vizet, mint amennyi a hajón van, a rakomány pedig hirtelen nagy mennyiségű szerves anyaggal borítja meg a tengeri ökoszisztémát.